Nem egy költői életművet, de hogy egy költői világot annak a gazdagságával, annak a képiségével, megfoghatóan és képiségével, barátságokkal együtt. Ez most csak egy nagyon pici bevezető volt, mert én arra gondoltam, hogy itt van mindenki előtt mikrofon, és hogy megpróbáljuk én elég spontán elmondani, hogy mi, hogy kapcsolódunk össze, és hogy hogyan alakult ki ez a kiállítás. Előjáróban kell annyit, hogy három hitvallást elolvashatok ott a bejáratnál, ahol ki van írva, hogy élő búcsú. Tamási, a Galéria tulajdonosai, Farkas Erszeli, aki itt ül és édesapámmal hát sok-sok évtizedet dolgozott együtt, és hát ez nem csak munka volt, hanem barátság is. És az enyém, mert ez is egy érdekes világ lehet, vagy világ, ami minket összekapcsolt, amellett, hogy ugye az édesapám volt irodalmárként, igazából az egész világot, amiben én most élek, ezt tőle kaptam. De hogy ez majd a végén jön, úgyhogy hogy most itt vagyunk, igazából ez Tamásnak az ötlete volt, ennek a kiállításnak volt, hát leginkább az ő ötlete volt, hogy ez a kiállítás létrejöjjön. Én most ezt mindenképpen szeretném neki megköszönni, mert biztos, hogy mindannyiuknak, hogyha végig fognak menni a termeken, ahogy írtuk a sajtóanyagban, az egy rendhagyó kiállítás, és én azt mondom, hogy mindannyiuknak nagy élmény lesz. Gondolhatják, hogy nekem ez mekkora élmény, és hogy milyen kettős érzés, mert hogy nagyon felemelő, és egyben nagyon megható látni, hallani az édesapámat. De az, hogy ez megvalósulhatott, és az, hogy most itt vagyunk, azt én nagyon szeretném Tamásnak megköszönni, és ezt a munkát pedig, amit itt végeztek, a kollégáikat, Fáko Árpáddal együtt, Péternek és Farkas Racinak, akik sokat tettek azért, hogy ez most mindannyiunknak átható legyen. Én először Tamás hozzád fordulok, hogy lehet azt mondani, hogy amikor van egy halál, amihez rögtön a megtörtént, akkor nem megijedve, hanem rögtön úgy gondoltuk, hogy szóval segíts nekem, hogy fogalmazunk, hogy az az ötlet. Itt a halál az, szeretettel köszöntöm Önöket, a halál az itt olvasható a falon is, ahogy arra Juhász Ferenc gondolt, és ez nem áll vissza attól, amit én gondolok. És